Yeah, and I think I got one. Yeah, yeah, I got one. Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, a hétfő reggelt is, ezáltal az NBC-t, a Sony. A Sony sajtótájékoztatójával kezdtük, ahol a vállalat egy teljesen új nevezési sémát villantott, bemutatkozott az új csúcskészülék, az Xperia 1, amit sajnos nem lehetett megtapizni, valószínűleg még nincsen teljesen kész a mobil, illetve megérkezett az Xperia 10 és a 10 Plus, amelyek a középkategóriát erősítik. Az új Sony mobilok legnagyobb érdekessége, és ebből a szempontból valóban kitűnnek a tömegből, hogy notch és mindenféle bevágás nélkül, de jelentős felső kávával, 18:9-es képarányról egyből 21:9-re léptek, amit ugyebár mozifilmeknél is használnak, és az Xperia 1-et már forgatások során is használták kontrollkijelzőként. Az Xperia 1-ről csak néhány vágóképet lőhettünk, a specifikációk viszont szerencsére közé lettek téve, így tudjuk, hogy az előlapon egy 6,5 hüvelykes 4K-s 1640x3840 pixel felbontású HDR OLED kijelzővel fogunk találkozni. Természetesen Snapdragon 855 dolgozik benne, RAM-ból 6 GB-ot kapunk, a tárhely mérete viszont nem ismer, de ezt egyébként majd tudjuk bővíteni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen üzemideje lesz majd a mobilnak, ugyanis a nagyméretű 4K panel mellé egy 3300 mAh-s akut tettek, amivel szerintem örülhetnek a felhasználók, ha majd egy napot kibír a mobil. A készülék hátlapján 3 darab 12 megapixeles kamera található, van egy normál, egy szuper széles látószögű és egy telefotó kamera, az előlapon pedig egy 8 megapixeles selfie kamerát fogunk találni. A 8,2 mm vastag, Android 9.0 pályt futtató, IP68 szerint vízálló és Gorilla Glass 6-os üveggel felszerelt mobil áráról és megjelenéséről nem beszéltek, de ugyebár megtapogatni se tudtuk. Az Xperia 10-et és a 10 Plus-t viszont megnézhettük. Hasonlóan az Xperia 1-hez ez a két mobil is megkapta a 21:9-es képarányt, azonban képátlóban és specifikációkban is eltérnek egymástól, nem is kicsit. Az Xperia 10 6 hüvelykes, a 10 Plus pedig 6,5 hüvelykes kijelzőt kapott, a felbontás megegyezik, mindkét esetben Full HD Plus-ról és IPS panelről beszélhetünk. Megjelenésben osztozik a két mobil, a hátlapon ugyanúgy dual kamerát találunk, a telefonok homloka itt is meglehetősen nagy, az ujjlenyomatolvasót a jobb oldalon találjuk, és ami jó hír, hogy a jack csatlakozó az XZ3-mal és az Xperia 1-el ellentétben nem maradt le a párosról. Teljesítmény szempontjából az Xperia 10-ben egy Snapdragon 630-as rendszer chip dolgozik, illetve 3x64 GB-os kiszerelésben lesz elérhető, az Xperia 10 Plus-ba viszont egy gyorsabb Snapdragon 636-os lapkát tettek, memóriát tekintve pedig 4 GB RAM-ról és 64 GB tárolóról beszélhetünk, a bővíthetőség közös jellemző. Az Android 9.0 Pie rendszer és a Sony felület ismerős lehet itt is, ezt persze optimalizálták a nyújtott kijelzőre. Kamerákat tekintve az előlapon ugyanaz a 8 megapixeles selfie kamera található, azonban a hátlapon vannak különbségek, az Xperia 10 13 és 5 megapixellel dolgozik, az Xperia 10 Plus pedig jobb szenzorokkal és 12, valamint 8 megapixeles párossal lett ellátva, a másodlagos kamera mindkét esetben egy telefotó egység. A Gorilla Glass 5-ös üveggel védett mobilok akkumulátora az Xperia 10 esetében 2870 mAh lett, az Xperia 10 Plus pedig egy 3000 mAh-s telepet kapott, amelyek nem túl combosak, tekintve a tényleg nagy képátlójú kijelzőket. Vízállóságra ennél a két mobilnál ne számítsatok, ez az Xperia 1 kiváltsága maradt. A mobilokra valamikor majd tavasszal lehet számítani, hivatalos megjelenési dátum és ár azonban még nincsen. Ennyit kell tudni az új Xperia mobilokról, a Sony valóban kitűnt a tömegből, de vajon pozitív lesz-e a visszhang? Ti mit gondoltok erről a nagyon nyújtott kijelzőről? Használjátok-e a mindennapokban? Írjátok meg kommentben! Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna ebben a videóban, jövünk még az újabb és újabb NBC-s videókkal, tartsatok velünk továbbra is, sziasztok! Yeah, and I think I got one.